Bűn. Más ember vagyok. Életemet fény és boldogság uralja már. Bűnös múltamat eltemettem rég. Csak te tudod még bűneimet. Csak te emlékszel rá, ki is voltam valójában. Drága édesanyám, átölelnek, és megcsókolnak. Te tudod minden gyengeségem, te ismered minden hibám, és mégis. Fényben és boldogságban járok már, de félek a múltban elkövetett bűneim, megélnek nélkülem is, és nem hozhatom meg. Félek, egyszer lehull a leppel, és kiderül minden. És akkor vér folyik majd minden. Lemoshatatlan, ragacsos, sűrű vér. Mikor mindenki megtudja, ki voltam én. Vérem. Még a holdat is vörösre színezi, és nem lesz többet fény, amiben élvezkedhetnék. Édesanyám, hát ölellek majd. És tudom, csak te leszel az, ki akkor is hangokon csókol majd és elfogad. Te leszel az egyetlen. Drága édesanyám, szeretlek. Kedves nézőink, üdvözlöm Önöket, ez itt a Művészbejáró. A mai vendégem egy csodálatos színművész, azt gondolom, hogy a korosztályának az egyik legjobb színésznője, és képzeljék el, hogy az Újpest Városnapokon is fellépett, hiszen az Örmény Nemzetiségi Színháznak az egyik tagja, alapítója, Szia Olgi, Kovács Olgi a vendégem. Nagyon sok szeretettel köszöntelek téged. Szia Erika, nagyon kedvesek ezek a szavak, nagyon jól esnek. Annyi javítást tennék, hogy az Urartu Örmény Színházban vagyok, és hát alapító nem voltam, de már valóban 10 éve. Működünk ott így. Aha. Együtt. Tehát egyszerre örmény nyelven és magyar nyelven is tudsz játszani? Nem, sajnos nem, az örményt nem beszélem, magyarul játszunk, igen. És hát ugye mindenki látja, hogy egy szőkehajú, kékszemű, fehérbőrű hölgy vagy. Mesélnél nekünk azért erről egy picit jobban, hogy az örménységnek milyen köze van hozzád? Én tulajdonképpen már, ahogy a színház vezetője szokta mondani, tiszteletbeli örmény lettem. Úgy történt ez, hogy 10 évvel ezelőtt az Aznavúr című előadásunkat fel kellett újítani, új emberekkel, stb. Baj László játssza mai napig az Aznavúrt ebben a... A Sál Aznavúr életéről? Így van. Sanzonokkal tűzdelve, és gyakorlatilag egy beugrás volt nekem. Akkor én még a Zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház tagja voltam, és pont ráértem. És a Baj László is az Egerszegi Színház tagja a mai napig, és ő ajánlott be a Dira Merján Artinnak, a színház vezetőjének. És gyakorlatilag egy beugrással kezdődött a mi kooperációnk az a Dira Merján Artinnal, az Urartu Örmény Színházzal. És most nagyon érdekes, ezt megemlíteném, mert a lelkemre van kötve, hogy most lesz Sár Aznavúrnak a 100. születésnapjának 100. évfordulója is, és az Aznavúr című előadásunkat felújítjuk, és majd jövőre, de még sok mindent nem árulhatok el, újra látni fogja a közönség. Egy sokkal nagyobb volumenű dolog lesz belőle, mint ami eddig volt. Egyébként kezded, én találkoztam a Sál Aznavúrral személyesen, mert igen, mert ő írt egy ilyen sanzonos műzikelt a Toulouse-Lautrec életéről, és amikor Budapesten játszottuk a Thália Színházban, akkor ő maga eljött és megnézte az előadást. Ez csodálatos. És feljött a színpadra, és egy akkora pici ember, igen, volt, mint én, de hát tudjuk, hogy micsoda tehetség, igen, volt, ugye ő maga, hiszen ő is örmény származású, de beszélgessünk egy kicsit rólad.
Te azért egy szabadúszó, ugye eljöttél a biztosból, Zalaegerszegről, hát ugye azért a nézők nem tudják, azt már biztos hallották sokan, hogy az a szabadúszás, hogy szabadúszó színész, szabadúszó művész. Na de hát ez mégis mit jelent a színészek életében? Ez egy kicsit mesélünk erről a nézőknek, jó? Jó. 2006-ban diplomáztam a Színház és Filmművészeti Egyetemen, Jordán Tamás és Lukács Andor voltak az osztályfőnökeim. A gyakorlati éveimet az Örkény Színházban és a Katona József Színházban töltöttem, és gyakorlatilag diplomaszerzés után egyből leszerződtem Zalaegerszegre. 14 évet töltöttem ebben a színházban, nagyon sokat köszönhetek ennek a színháznak. Zalaegerszegi Hevesi Sándor így, Színházban. Igen, így van. Ugye ez a biztos dolog, ugye le vagy szerződtetve egy színházhoz, hogy úgymond kapod a havi fixet, minden hónapban jön a fizetés. Akkor is, ha éppen csak 5 előadásod van, akkor is, hogyha havi 35 előadásod van, az egy fix. És ez nyáron is jár ez a fizetés, ugye most már nem közalkalmazottak a Magyarországon a kőszínházi társulati tagok, hanem simán alkalmazottak már, azt hiszem 3 éve. Vagy vállalkozók. Vagy vállalkozók, attól függ, hogy a színház ezt hogy. De Egerszegen úgy tudom maradt az alkalmazotti státusz, és van előnye és hátránya is. Az előnye ez, hogy például jön a nyár, nyári szünet, nyáron bezárnak a kőszínházak. Június elejétől augusztus közepéig zárva van, nincsenek előadások, nincsenek próbák, szeptemberben újraindul az egész. És így ilyenkor nyáron az ember pihen, de próbál azért. Vagy vannak nyári előadások. Esetleg, de az egy igen. másik, a szabadtéri nyári, az megint egy másik dolog. És amikor az ember a szabadúszás mellett dönt, akkor gyakorlatilag azt vállalja be, hogy lehet, hogy van olyan hónap, hogy nincs munka. Uh-huh. Vagy vannak olyan hónapok, hogy nincs munka. Viszont vannak olyan hónapok, hogy 3-szor annyi bevételem van, én döntöm el, hogy mit vállalok, kivel, mit akarok csinálni, akarom-e, nem akarom-e. A kőszínházi státusz az annyiban még ugye, az ember kicsit visszafogja abban, hogy nem dönthetsz abban, hogy miben vagy benne, milyen produkcióban, és miben nem. Kivel dolgozol együtt, kivel nem. Ez van, kirakott. Hanem az igazgató minden évben adja a feladatokat a színésznek. Így van. Amiben kiosztanak, azt eljátszod. Igen, és akkor ezt adtad föl a szabadúszásért, ugye itt Budapesten. Igen, ez így van, mert... Szeretted volna magad próbálni, vagy megmérettetni magad Budapesten? Vagy mondjuk az, hogy Budapesten mondjuk több lehetőség van, mondjuk, mert itt van több színház, van szinkron, vannak forgatási lehetőségek. Pontosan. Több összetevője volt az én döntésemnek. Nagyon nehéz volt eljönnöm, évekig terveztem, hogy felmondok és eljövök. Az egyik az, hogy 14 év az sok idő szerintem egy helyen. Kimaxoltam gyakorlatilag 6-8 év alatt az ottani létezésemet, mint színész. Aha. Nem azt mondom, hogy nem voltak 10 év után is izgalmas feladatok, de már azt éreztem, hogy egyszer mennem kell. Uh-huh. Mennem kell, mert én nem az a típusú ember vagyok, aki bár vidéki vagyok. Bár hogy biztonságod vagyok. Van? Hogy a biztonság az jó volt, hanem az, hogy most nagyon sarkosan fogok fogalmazni, hogy nem történik velem semmi. Uh-huh. Vagy pontosan tudod, hogy a szembe levő színész mit fog reagálni? Hát igen. Mert annyira tudod már. Ez már én már hallom a büfében, hogy jön a, nem tudom ki, mert a lépéseit már felismered, ez tényleg ilyen. De még ez sem baj, hanem az, hogy meg kell újulni. Muszáj egy nagy levegőt venni, bizonyos, nem tudom, 10 évente legalább, és most sokat mondtam szerintem, mert az élet... Arról szól, hogy kihívásokat találjunk, és megoldjuk, és ott legyünk, és egy színész, főleg talán ez is fontos, hogy egy színész abból táplálkozik, azokból az ingerekből művészileg, amik érik. Aha. Mert egyébként én is azt gondolom, hogy az is egy fejlődése egy színésznek, hogyha minél több impulzus ér. És az impulzus az, hogy ez egy, bemész egy új színház, vagy új közegben, és másfajta színészek jönnek veled szemben. Ezért te is a színpadon másképp reagálsz rájuk. Igen, és bátrabb is leszel attól, hogy nem ismernek. Aha. Bátrabb leszel.
Tehát több mindent mutatsz, hogy nem, ne, aha, tehát hogy azt gondolod, hogy sokkal több arcodat, nem ugyanazt várják mindig. Hiszen még nem várnak el semmit, illetve nyilván elvárják, hogy de nem, nincs egy ítélkezés, mert nem ismernek. És ha valamit kipróbálok, akkor nem az van, hogy jaj, Olga, hagyjuk már, ezt ne csináld, hanem itt hogy haladjunk, ez nem igen. kell, Olgi, haladjunk. Igen, hanem kíváncsian nézik, hogy mi történik. Aha. És ez fontos, és a másik nagyon fontos dolog, amiért szerintem el kellett, hogy jöjjek onnan, az, hogy találkoztam egy emberrel, a férjemmel most már, és már gyakorlatilag tarthatatlan volt ez a Zalaegerszeg, Budapest, Zalaegerszeg, ingázás, tehát hogy rettenetesen hát a szerelmet is választottad egyben. Hát igen, tehát mások lettek a prioritások már. Tehát régebben még az volt, hogy mindenáron színházat akarok csinálni, nem érdekel, hogyha 0 forintot kapok érte, sőt, én fizetek. Nem, ez már nem így van. Hát amikor jönnek a számlák, meg kell fizetni a kötelező dolgokat. És nyilván egy biztonságot adott az a tudat, hogy nem egyedül vágok bele az ismeretlenbe, a pandémia kellős közepén hozzáteszem, hanem ott van mellettem valaki, akiről tudom, hogy nem, tehát ott fogja a kezem. És a másik, az a harmadik, ugye említettem, hogy Békés Csabai vagyok, és hát a családom az Békés Csaba, illetve környékén él. A szüleim, a testvérem, hát azért Zalaegerszeg Békés Csaba, ez egy laza hatóeset. Igen, tehát hogy akkor még ritkábban láttad például őket, azért mondjuk Budapestről igazad van, mégiscsak könnyebb. Egy már könnyebb, tehát hogy nehogy Isten, meg bármi történt, tehát hogy nagyon nagy volt a távolság. Aha. Egyébként erre nagyon kíváncsi vagyok veled kapcsolatban, mert én gondolok valamit rólad, és látok egy attitűdöt, de hogy te mennyire vagy kopogtatós, hogyha munkáról van szó? Amikor először eldöntöttem, hogy Zalaegerszegről el akarok menni, akkor még mindenféleképpen másik színházba szerettem volna átszerződni, mint állandó társulati tag. Pont a biztonság miatt. És akkor kopogtattam, e-maileket írtam, telefonálgattam, hát nem, hogy mondjam, tehát nem volt a fogadtatás nagyon kellemes, mert sajnos még, tehát volt olyan színház, hogy vissza sem válaszoltak, vagy ha igen, akkor megköszönték, de nem. Nem sikerült. Akkor én már bőven ott voltam 35 és 40 év között, tehát már nem a fiatal pályakezdő, hanem már azért eltöltöttem nem tudom hány évet színháznál is. És akkor én ezt így feladtam. Aha. Tehát nem volt nekem, nem derogált felhívnom bárkit, hogy... Tehát, hogy az nem nyomott semmit alatba, a színművészet is végzettség, vagy az, hogy a katonában őrkénybe voltál gyakorlaton. Sajnálatos módon nem. Ez kicsit... Ezt hamar elfelejtik az emberek? Vagy... Egyrészt van egy... Sajnos... Vagy nagy a körforgás. Igen, tehát, hogy sokan vagyunk. Egyre több a kép, egyre több az az intézmény, ami a színészeket képzi, tényleg. Viszont a színházak szűnnek meg. Nincs ennek sok embernek, aki művész akar lenni, nincs befogadó hely, idézőjelbe közönsége. Ez az egyik, a másik az, hogy sokkal több fiúra van szükség, mint lányra ebben a szakmában. Igen, mert világirodalom, mondjuk el a nézőknek, úgy van megírva, hogy a 75% a férfi szerep. Így van. Ellenben sokkal több nő szeretne színész lenni, mint férfi. Tehát, hogy többszörösen hátrányos helyzetben vagyunk mi nők, ezen a pályán is. Hasonlóképp van ez ugye a szinkronban. Ugye nagyon sokáig szerettem volna, én ezt dédelgettem magamban, ezt az álmot, hogy szinkronizálni akarok, szeretnék. De hát ez a vidéki létezés, meg a főiskola, ez lehetetlenség volt elindulni. És most végre sikerült, és most már aktívan harmadik éve szinkronizálok, és nagyon élvezem, nagyon szeretem ezt. Egyébként tudod, hogy nagyon sokan feladják hamar, mert ugye először azt mondjuk el a nézőknek, hogy ugye nem főszerepekkel kezdenek, hanem be kell állni a tömegbe, és azt kell mondani, hogy jó, jaj, vagy vettem egy kiló kenyeret, persze, vagy külső, tehát ez a külső hangok, vagy ezek a tömeghangok, és ugye van, hogy csak évekig ezt kapja az ember, vagy ilyen egy-kettő jelenetes szerepekkel. Igen, de mai napig tömegezem, és én rendkívül élvezem. Tehát igen? Igen, jó, persze vannak olyan filmek, sorozatok, amik jó, megcsináljuk, de ott ugye egy tömegezésnél ugye az van, hogy behívnak egyszerre 8-10 embert, jellemzően főleg fiúkat, ugye ott is az... De mindig csak egy-két csaj kell? Hát igen, 70-30% a nemi arány a fiúk javára, és akkor elindul, és akkor vannak kisebb szerepek,
akkor egyénenként fölállunk a mikrofonhoz, szólít a rendező, és utána vannak, úgy nevezzük ezt, hogy nyüzsi, bár, buli, és akkor elég. És ezek azok a szövegek, amiket együtt veszünk fel, és mind a tizen odaállunk a mikrofonhoz, de ez nincs leírva, hanem az megy az improvizálás. És tehát ez nagyon érdekes, nagyon izgalmas, sőt, a pandémia alatt ott volt egy leállása a stúdióknak, és akkor volt az a divat, hogy amikor a tömeg volt, akkor nem egyszerre 8-10 embert hívtak be, hanem egyesével mentünk betömegezni. Tehát saját magammal tömegeztem, az is egy nagyon érdekes munka volt. Tényleg? Egyedül egyesével. Tömegezni. Ja, mert igen, nem annyira megdolgozza az agyadat, az agy tekervényét, hogy most egyedül ott állsz, és beszélgetsz valakivel, aki tehát nem áll mellett. Óriási. Nagyon jó. Egyébként vannak már olyan színésznők, vagy vannak már olyan karakterek, amire mondjuk kifejezetten téged hívnak? Valami oknál fogva sokszor az őrültek megtalálnak. Nem is értem. Kicsit szélsőséges. Volt egy nagyon érdekes, például Süket Német kellett. Tényleg? Pontosabban Siket Német. Igen. Pontosabban Siketet, tehát hogy nem volt Néma, aki, tehát egy olyan színésznőt kellett leszinkronizálnom, aki az életben is Siket. Aha. És de valamilyen szinten kommunikál. Igen, és beszél, csak máshova rakja, máshogy képzi a hangot egy Siket, mint egy halló ember, és ez nagyon érdekes volt. Tehát, hogy őrület tényleg, tehát az animációs filmek a kedvenceim. Tehát ha van egy nap, olyan nap, amikor van egy rajzfilm, akkor az egész napom ilyen fényes lesz. Mert fel vagy dobva, hogy valami különleges igen, karaktert hozhatsz. Igen, mert annyira jó értelemben beteg dolgokat kell csinálni. Van, hogy csak hangeffektusokat kell egy órán keresztül, de tehát, amikor egy porcicát kell leszinkronizálni. Érted? Tehát egy porcicát. Csodálat. És akkor ebbe általában hagyják, hogy te talált ki, vagy megmondja a rendező, hogy milyen hangot szeretne. Általában az, főleg rajzfilmeknél az szokott lenni, hogy ugye fülesbe megy az eredeti. Meghallgatom és megpróbálom leutánozni azt, amit hallok. Uh-huh. És mennyi mindent csinálsz most jelen pillanatban az Örmény Színház, a szinkronizáláson kívül? Most felújítunk egy kisebb csapattal egy Csukás mesét, az Ágacskát. Az lesz majd június 29-én Balatonszárszón a Kult kikötő szervezésében. Nagyon szeretjük, nagyon jó csapat, állt össze fiatalok. Lelkesek, tehetségesek, ez mindig visszaadja a hitemet önmagamban, hogy Istenem, de jó, hogy nem azt látott, hogy fáradt vagyok, hanem toljuk. Jó, hogy a fél, tehát vannak olyan fiatalok, vagy maga a fiatalság hoz magával egy olyan energiát? Hát először is igen, a második, amit mondasz, de mellette még ott van az, hogy rendkívül tehetséges emberekről beszélgetünk. A Szoták Andrea, Székhelyi Dani, Szappanos Viktor és Tóth Nikolett Pikó. És hogy ti négyen játsz, és ki vagy az Ágacskába? Az Ágacskába? Na, szerinted ki vagyok? Nem Ágacska, ne. Kacsa vagy? Nem. Na mindent. Jaj, az egér, akkor a szegér vagy. Csodás. Tényleg most esetleg, tényleg. Az egyébként tényleg az egy remek szeretet. Csukás Istvánt azért imádom, mert nem csak gyerekeknek ír. Tehát gyerekeknek ír, de közben minden mesében van valami olyan jó kis humor, amire a felnőttek is vevők. Igen. Meg szoktam kérdezni a vendégeimtől, mert szerintem ez sok mindent elárul az önképéről és önmagáról, hogy önmagát hogy látja őt 10 év múlva. 10 év múlva? Hát, de hát csak 5 is elég. 5 év múlva. Milyen a jövőképed magadban, magaddal? Én bízom benne, hogy egy kicsit a pályám során fel tudom futtatni a filmezést. Azt nagyon szeretném, mert ugye ez a 14 év vidék, az ugye a forgatások szempontjából is, hát nem, igen, nem tudtam el. Nem kerülsz bele abba a csoportba, abba a közegbe. Akkor tehát annyira, az a része még annyira hiányzik. Tehát a színházi létezésemet most egy kicsit redukáltam, nem kicsit nagyon, amit nem bánok, mert 25 éve vagyok aktívan színpadon. Valahogy színházi most színésznőként, igen, valami igen, újra vágynál. Igen, hogy a filmezés az nagyon érdekel, mert szeretném megtanulni. De meg is teszel érte lépéseket, hogy igen, hívjanak próbafelvételekre? Casting direktorokkal beszéltem, aha, már, akikkel mellett dolgoztam együtt. Egyébként nagyon érdekes, hogy
A forgatás, eddig ahány filmben, vagy sorozatban, de főleg filmben forgattam, jellemzően 70% a külföldi volt. És azért találtak meg, mert annak idején édesanyám azt mondta nekem, hogy kislányom, ha te színésznő szeretnél lenni, akkor meg kell tanulni idegen nyelveket. De okos volt. Igen. És akkor így lett a német és az angol középfokon, és alapfokon a francia. Aha, de jó. De franciában még nem forgattam. Nekem is egyébként vannak olyan barátaim, aki sokkal több amerikai filmbe forgat, mint magyarban, mondjuk azért, mert olyan karakter is, meg az, hogy abszolút megérte, amit kérnek tőle, és ugye azért azt tudni kell, hogy ez nagyon fontos. Én azért picit ugye idősebb vagyok nálad, és ugye én, amikor még kezdtem a pályát, akkor ugye mi csak magyar nyelven játszottunk, magyar színházakban, vagy magyar nyelven, tehát akkor még nem voltak itt a nyugat-európaiak, vagy ugye az amerikaiak. És amikor ki kellett menni egyszer csak Nyugat-Európában német nyelven játszani, hát tudod, mint az őrült úgy tanultam, és egy olyan nyelven játszani, amit nem beszélsz, ebbe teljesen totál igazad van. A főiskolán volt egyszer egy angol nyelvű mesterségvizsgánk, a Lukács Andor ragaszkodott ehhez, nagyon jó ötlet volt. Saját magunk kitaláltunk pici apró 5-6-7-8 perces jeleneteket angol nyelven, és akkor fedeztem fel azt, hogy milyen felszabadító dolog más nyelven játszani. Gyönyörű szép a magyar nyelv, de hogyha más nyelven kell megszólalni, most a színpadon, az valami egészen érdekes dolgokat hoz ki az emberből. Tehát olyan hangokat üt meg az ember, ha nem az anyanyelvén beszél, amiről nem is gondolnád. Még máshova kell a hangsúlyt tenni. Bátrabb vagy. Én sokkal bátrabb voltam idegen nyelven színpadon, képzeld el, mint magyarul. Jé, de érdekes. Nekem meg pont az, hogy egy belső feszültséget okozott, mert ugye arra koncentráltam, hogy nehogy úgy hangsúlyozak, mint ha magyarul hangsúlyoznék, mert ugye attól a nézőnek így fog nézni, hogy miről beszél ez a kislány, igen. Kedves Olgi, köszönöm szépen, hogy eljöttél. Remélem, hogy egy kicsit a nézőköz közelebb hozhatunk téged. Nagyon köszönöm a meghívást. Megismerhették ezt a csodálatos színésztőt, aki te vagy. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy itt lettem. Kedves nézőink, ez volt a Művészbejáró, találkozunk jövő héten is. Viszontlátásra!